soon. Egy apró javaslat, ami kapcsolódik úgy vélem az előterjesztéshez. Lehet, hogy emlékeznek rá, hogy 2007-ben még fennállt annak a lehetősége, hogy a személyi jövedelemadóból lehetett nyelvi képzésekre igényelni egy bizonyos kedvezményt. És ezek a nyelvoktatással foglalkozó cégek készítettek egy kimutatást arról, hogy ha összevetjük az összes adónemet, akkor lényegében nemzetgazdaságilag még pozitív mérleggel is záródhatna az, hogyha újra bevezetésre kerülne ez az adókedvezmény, amit képzésekre lehetne igénybe venni, hangsúlyozom magánszemélyek részére. Tehát én javasolnám, hogy esetleg a gondolattal játszanak el, hogy ne csak vállalatok vehessenek részt a szakképzésben, hanem ezáltal lényegében bevonnánk a magánszemélyeket is, hogy ők is a képzés részeseivé válhassanak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő két.